Ezek minden várakozását felülmúlta a brit rajongók tülekedése Madonna júliusi koncertjének jegyeiért. A pop diva londoni koncertjére kevesebb mint egy óra alatt elkelt mind a 18 ezer jegy. A sikert látva a rendezők újabb 6 koncertet hirdettek a Szigetországban. Madonna népszerűségének nem ártott megszelidült polgári élete. Tavaly kisfiának, Rocconak a születése kötötte le, és persze házassága Guy Ritchie, brit filmrendezővel. Idén nyáron azonban ismét a munkára fordítja figyelmét. 7 év után világkörüli koncertsorozatra indul, mely június elején Kölnben kezdődik, és szeptemberben Los Angelesben ér véget. Madonna júliusi londoni koncertjére mától kezdtek árulni jegyeket. A szervezők megdöbbenésére azonban fél óra alatt elfogyott mind a 18 ezer belépő. Rajongók százai vártak egész éjjel a pénztárak nyitására, sokan még ott is aludtak, nehogy lemaradjanak a 42 éves popdíva nyári koncertjéről. A Madonna őrület olyan nagy hullámokat vett Angliában, az országban, ahol az amerikai énekesnő házassága óta él, hogy az eredetileg egy koncert helyett mára már 6 újabb fellépésre adtak el minden jegyet. Még akkor is, ha azokért 20 és 50 ezer forintnak megfelelő fontot fizettek a rajongók.